Magyarországon zsidó közösség tagjai szabadon megélhetik a vallásukat. És sokszínű a zsidó közösség, ami a vallásossághoz, vagy a valláshoz való viszony jelenti. A zsidó közösség nagy többsége a neológ irányzathoz tartozik, ami történelmileg 140 évvel ezelőtt alakult ki Magyarországon, és mondjuk a zsidó közösségnek egy jelentős része mondjuk ebben a közösségben éli meg a zsidó mindennapjai. Nagyon erős a Chabad közösség, az elmúlt években komoly befolyásra tett szert, illetve hát a zsidó élet meghatározó szereplője lett abból a szempontból, hogy a hagyományokhoz való visszatérés, a tórához való ragaszkodás, a zsidó hitélet mindennapokban történő kiterjesztése a fő üzenetük, és úgy tűnik, hogy a dinamikus emelkedésük, egy növekedésük, vagy súlyuk a zsidó közéletben egyre erőteljesebb. 11 néhány rabbiuk van, folyamatosan nyitják a zsinagógákat. Lehet azt mondani, hogy a zsidó élet reneszánsza, ez a vallási életre is igaz, mert egyre másra nyitnak új zsinagógák, új közösségi terek, ahol nem csak a zsidóság kulturális aspektusaival találkozhatnak a zsidó közösség tagjai, hanem visszatérhetnek az eredeti gyökerekhez, visszatérhetnek a tórához, és tanulhatnak zsidóságról, és megérhetik az ünnepek emelkedettségét is. Azt, és van még a reform közösség, akik mondjuk főképpen a zsidóság kulturális élményeiben találják meg a saját identitásukat. Tehát a zsidó identitás elég megélése elég sokrétű ma Magyarországon. Vannak a dinamikusan növekvő vallásos közösségek, van a hagyományos neológ közösség, és vannak reform közösséghez tartozók. Az, hogy a kulturális életben és a társadalmi érintkezésben a zsidó népszokások vagy a zsidósághoz köthető ünnepek egyre nyilvánvalóbbá válnak, és a mindennapok részét képezik. Ez igaz a Purim ünnepségre, ez igaz a hanukai gyertyanyújtásra, ami az elmúlt 21 néhány évben most már hagyománnyá vált Magyarországon, és egyre inkább kinyílnak a zsidó közösségek a többségi társadalom felé, és ugye mi állítjuk a Tettésvédelem Alapítványnál, hogy az antiszemitizmus elsődleges oka a tudás és ismerethiány, és azzal, hogy a zsidó közösség kinyitja magát és megmutatja magát, és bátran felvállalja a zsidó identitását, azzal csökkentjük azt az ismerethiányt, ami a többségi társadalomban megvan a zsidóság irányában, és ezzel jelentős mértékben az előítéletességet is redukáljuk. Tehát ilyen értelemben a vallásosság megélése az indikál más hatásokat is a magyar társadalomban. Mivel Budapest 25%-a zsidó volt 100 évvel ezelőtt, ezek a zsidó hagyományok azért nagy múltra tekintenek vissza, ahogy említettem, főleg Budapesten, ahol a zsidó közösség 90%-a él. A vallásukat szabadon gyakorolhatják, Magyarországon, illetve Budapesten kipával lehet az utcán közlekedni, emiatt nem ért senkit atrocitás. Azt gondolom, hogy mindenki szabadon megélheti a vallását, és hála Istennek, ugye ez a szabad vallásgyakorlás egyre több zsidó embert hoz vissza újra a gyökerekhez.